Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? A gondolatait középen itt felül és alul látjuk. Mindkét képen az érmék jelennek meg. Az jelenti az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Ezek a dolgok foglalkoztatják őt. De az érmék jelentik az értékeket, a belső értékeket is. Például, hogy te értékes vagy számára, vagy elvárja azt, hogy te értékeld őt. Te megjelensz itt, ha te egy hölgy vagy, mint egy királynő. Uralkodsz az érmék felett, az anyagiak felett, vagy elfoglaltad a helyedet, ami a munkahelyet illeti, de elfordulsz az események elől, keresel egy új irányt, de még nem tudod, hogy milyen irányba kellene valamit megváltoztatni, különösen ami a munkádat illeti. Ő tervezi veled a jövőt, hiszen a 10-es szám azt jelenti, hogy kezdődik egy új szakasz az életetekben, és itt rendeződnek a dolgok. Az a fontos, hogy a jelent éljétek. Az arany érmék szimbolizálják a föld elemét, és az jelenti a reális dolgokat. Számára fontos a biztonság érzete. És most megnézzük az érzelmeit, ami itt bal oldalon látható. Ő úgy gondolja, hogy uralkodik a helyzet felett. Itt a környezetében mások olyan barátságosak vele, de ő olyan, mint egy szikla, és alig mozog, olyan csiga lépésben megy előre. Megvan ez a hideg-rideg tartása. De miért ilyen furcsa? Hát mert vannak nála itt kihívások, különösen ami a munkahelyet illeti, hiszen itt látható, hogy milyen szorgalmas, elvégzi ő a munkáját, és mások így figyelgetik őt, de nem dicsérik, nem kapja meg az elismerést, emiatt csalódott, és ezt kimutatja. Mit fog tenni? Az itt látható jobb oldalon megvannak nála az álmok, meg az elképzelések, vannak tervek, de még bizonytalan, és te úgy érzed, ahogy közeledik hozzád, hogy minden úgy a feje tetejére állt, lóg a levegőben, nem tudod hogyan tovább, nem tudod, hogy mit akar, mert nem mondja ki, de azért lesz közeledés, és a gondolataiban azért itt vannak a tervek, rendeződnek itt majd a dolgok. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, sőt, lehet egy eljegyzés is, amit a gyűrű még szimbolizál, különösen ami a munkát illeti, ezek a szerződések. Itt a hajó jelenti a reményt, megvan arra a remény, hogy legyen köztetek egy új élet szakasz, ahol minden rendbe jön. A hajó az jelent utazást, külföldi kapcsolatokat is, vagy tervez veled egy utazást, vagy ha ő a távolban él, akkor meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és azt szeretné, ha te látogatnád meg őt. Itt csiga lépésben halad előre, ez tényleg így van, de mégis lesz azért mozgás, akkor is, ha lassú, hiszen itt vannak az utak, hogy
útban van hozzád, azon kívül ez a kártya jelenthet döntéseket is, hogy elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ami kettőtöket illet, ő útban van hozzád, ami a munkahelyét illeti, ott vannak kihívások, és lesznek változások, lesznek döntések. Itt a hold jelenti az érzelmeit, vagy jelentheti az éjszakát, mivel itt elégedetlen a munkahelyén, így előfordulhat az is, hogy vannak álmatlan éjszakái. Itt vannak kihívások, támadások, de megvan az ereje ahhoz, hogy védje magát. Ez a medve néha jelent egy személyt, akinek szava van, az lehet a főnöke is. Lehet, hogy vannak vitái a főnökével. Vagy ha ő a főnök, akkor a beosztottakkal. Itt a kereszt jelenik meg, azt jelenti, mint az utak, hogy elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, amit is látható, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, jelenti a változásokat. Ez a kereszt jelentheti a hitet is, meg egy találkozást, hiszen a sors utatok kereszteződik. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, veled tervez, tervei vannak, de nem tudja, hogy hogy viszonyulsz hozzá, hogy mi a te szándékod. Itt lezárulnak bizonyos dolgok, lesz egy új irány, lesznek változások, megvannak itt az álmok és az elképzelések. Az ő jelenlegi helyzetében megjelennek az egerek. Érdekes, hogy a német kivetésnél ugyanitt voltak az egerek, és az azt jelenti, hogy valamit felfalnak, valamit eltüntetnek, tudnak segíteni is, hiszen az egerek eltávolítják a kihívásokat, ezt a helyzetet, esetleg a munkahelyét, és lesz egy munkahelyi változás. A te jelenlegi helyzeted. Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt, de lehet egy hölgy is, hogy találkozol valakivel, ez lehet az anyukád, lehet a testvéred, lehet egy barátnő, egy kolléganő, és vele együtt majd elbeszélgetsz erről a helyzetről. Ez a kígyó lehet egy másik nő is, például az ő környezetében a volt társnője, de akkor itt a koporsó segít abban, hogy ez a kapcsolat lezáruljon. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!